Érkeznek a top források, a teljes 90 milliárd forintos keretösszeg több mint kétharmada megjelent már a megyei területi és településfejlesztési operatív programban. Kafetéria készpénzben, a közszférában 100 ezer, míg a magánszektorban 350 ezer forintot is utalhat a munkáltató a szép kártyára. Környezeti nevelés, napkoron az erdő szépségével, élővilágával, valamint gazdasági szerepével is megismerkedhettek a gyerekek. A teljes 90 milliárd forintos keretösszeg több mint kétharmada megjelent már a megyei területi és településfejlesztési operatív programban. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! 75 milliárd forintnyi forrása írta ki pályázatokat, erről beszélt a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára televíziónak. Ollá Gábor azt mondta, az útfelújítási programokkal kapcsolatos támogatói szerződéseket éppen ma írta alá. Régóta várt felfordulás Nyírbátor központjában. Felújítják a 471-es főút városi szakaszát. Az átfogó Hajdú-Bihart is érintő rekonstrukció megyei munkálataira 2 milliárd forintot fordítanak. Kisebb korszerűsítésekre a területi és településfejlesztési operatív programban is lesz pénz. A támogatói szerződést ma írta alá a Nemzetgazdasági Minisztérium illetékes helyettes államtitkára. Útfelújítások, útrekonstrukciós projektek esetében a mai napon már alá tudtam írni a támogató döntéseket is a beérkezett és elbírált pályázatokra. És így folytatjuk a kerékpárutas felhívással, illetve valamennyi egyéb felhívással, amelyet a megyével együtt az elmúlt időszakban kialakítottunk és megterveztünk. Idén decemberre elkészül a Nyíregyházát Tokajjal összekötő kerékpárút is. Emellett máshol is terveznek bicikli utakat a megyében. Összességében Szabolcs-Szatmár-Bereg megye jól szerepel a pályázati munkában. A rendelkezésre álló 90 milliárdból 75 milliárd forintnyi kiírás elkészült. Az elmúlt időszakban már 75 milliárd forintnyi felhívást megjelentettünk a megye számára, közel 90 milliárd forintos keretéből, tehát úgy gondolom, hogy igencsak eredményesek voltak azok az előkészítő munkák, amelyeket a megyei önkormányzattal együtt az elmúlt 2 évben véghez vittünk, és ennek eredménye, hogy jelenleg a megye települései majd 75 milliárd forintnyi összegre tudnak már pályázatokat beadni. A megyei önkormányzat koordinálja a pályázati kiírásokat. Az érdeklődők a pályazatok.ssbmo.hu oldalon találnak részleteket a lehetőségekről. A témával bővebben foglalkozunk 35 perc című műsorunkban. Kanalas Otília vendége, Ollá Gábor helyettes államtitkár lesz. Százezer forintot készpénzben is adhatnak évente, ez az új kafetéria rendszer lényege. Az új szabályozás január 1-től lép életbe. A közszférában 100 ezer, míg a magánszektorban 350 ezer forintot is utalhat a munkáltató a szép kártyára, de bekerül az adómentes juttatások közé a mobilitás célú lakhatási támogatás és különböző egészségügyi szolgáltatások is. Ennél a nyíregyházi nyomdaipari cégnél a munkavállalók többféle béren kívüli juttatás közül választhatnak. Egy maximálisan meghatározott keretösszegből egységesen közel bruttó 13 ezer forintot kaphatnak havonta adómentesen. A dolgozóknak a nagyon nagy százaléka a kafetéria igényből vagy a kínálatból kettőnek a kombinációját használják a legszívesebben. Ez azt jelenti, hogy az egy hónapban maximálisan adható Erzsébet utalványnak a maximumát használják kint, valamint a fennmaradó összeget a szép kártyának a vendéglátás zsebébe kérik feltölteni, mert ez a zseb a legjobban átjárható, amit akár utazásra vagy vendéglátásra tudnak felhasználni. A turizmus fellendüléséhez jelentősen hozzájárult a szép kártya. Tavaly 9,5 milliárd forinttal töltötték fel a munkaadók a kártyákat. Az idén már 1 millió 253 ezren kapták itthon ezt a fajta béren kívüli juttatást. A szépkártyával rendelkezők számlájára közel 20%-kal többet töltöttek fel a munkáltatók, tehát ez 2015-ben ez 90,5 milliárd forint volt. A szépkártyán kívül a kafetériában más elemek is népszerűek. A Mátészalkai Szatmár Optikai Kft.-nél is szabadon dönthetnek a béren kívüli juttatásokról a dolgozók.
Mostanában a lakáshitelt is elég sokan igénybe veszik, mivel ez egy adómentes juttatás. Itt meg kell jegyeznem, hogy a lakáshitel az adminisztrációra viszonylag bonyolult, és ezért a dolgozók nem nagyon választják ezt a fajta juttatási formát, bár kedvező adózású elemnek minősül. A legtöbben az étkezési utalványt választják. Az új kafetéria szabályok szerint az Erzsébet kártyákat készpénz váltaná fel, 100 000 forintot kaphat adómentesen a munkavállaló évente. A juttatások köre még bővülhet is. Bekerülnek az adómentes juttatások közé a mobilitás célú lakhatási támogatás és a különböző egészségügyi szolgáltatások is. Sőt, a munkáltató részben fizetheti dolgozója albérleti díját is, ha 60 kilométertől távolabbról ingázik a munkavállaló. 2016-ban folytatódik a szolgáltató bíróság program. Ebben az évben is szeretnék csökkenteni a 2 éven túli peres ügyek számát. Erről beszélt a nyíregyházi törvényszék elnöke. A bíróság a társszerveket, a NAV-ot, a kormányhivatalt, a megye és a városvezetését hívta kerekasztal beszélgetésre. Szeretnénk megvalósítani a hónap témája című programot. Sajtószóvivő úr minden hónapban egy olyan témában, kapcsolatban beszélgetne, kérdésekre válaszolna a médiában, ami akár konkrét ügyhöz kapcsolódó, de mondjuk általánosabb vagy szélesebb körben tart érdeklődésre számot. Még tart a földárverés harmadik üteme, tájékoztatta televíziónkat az állami földekért felelős helyettes államtitkár Napkoron. Ugron Ákos Gábor egy szakmai konferencián a földvásárlási lehetőségek mellett szólt arról is, hogy fontos az, hogy az erdő szépségével, élővilágával, valamint gazdasági szerepével megismerkedjenek a gyermekek. Ez a Harangodi Erdészeti Erdei Iskola évente mintegy 700 gyermek táborozik itt, közben az erdő élővilágával ismerkednek. Nagyon sok mindent tanultunk, és megnéztük a fácán neveldét is, ami a vadászoknak fontos, mivel hogyha lelővik a pálcánokat, akkor egy idő után kipusztulnak. Ezek a gyerekek Apagyról és Debrecenből érkeztek az erdei iskolába, különleges bemutatón ismerkedtek meg a szirti sassal. Ezzel a sassal, ezzel a fajtával Kazasztánban farkasokra vadásznak. A gyerekek a különböző előadások, foglalkozások után tanösvényen sétálhatnak, vagy akár kilátóra mászhatnak, onnan szemlélve az erdőt. A gyerekek nevelése az egy nagyon fontos dolog, mert ők lesznek azok, akik a jövőt megtarthatják számunkra. És mi ezért kezdtük el itt az erdeiskolánkban 2005-ben ezt a környezettudatos nevelést. Mert látjuk azt, hogy a felnőttekkel már nehéz mit kezdeni, de talán a gyerekek hazamenve innen el tudják mondani a szüleiknek azt, hogy apa meg anya, oda kellene figyelnünk a környezetünkre, és meg kellene óvnunk. A rendezvényen az állami földekért felelős helyettes államtitkár elismeréssel beszélt a Harangodi Erdészeti Erdei Iskoláról, hiszen ritka, hogy magánerdőn belül működik a környezeti nevelés egy minősített központban. Ugron Ákos Gábor kérdésünkre a földárverésekről is szólt. Harmadik kör kiírásra került, ugyanazok a területek újra és újra, hogy minél több gazda juthasson földhöz. Van eredménye, vannak árveréseken, licitálások, és akiknek szüksége van földre, azt tud vásárolni. A földárveréseken változatlan feltételek mellett licitálhatnak a gazdák, a harmadik ütemben 60 000 hektár területet hirdettek meg. A napkori rendezvényen kifejezetten az erdős területekről is szóltak. Az ország erdősültsége jelen pillanatban több mint 2 millió hektár. Ez a 2 millió hektár erdő területmegosztásban úgy néz ki, hogy a 43-44% a magánerdő, az 56% pedig államerdő. A rendszerváltás óta a magánerdőnek a területe az elmúlt 25 évben 200 000 hektárral nőtt, mert az elmúlt 25 évben 200 000 hektár erdőt telepítettek a magánosok, mert ugye őnekik van hozzá földjük. És én azt szoktam mondani, hogy ezzel a magánerdőgazdálkodók a klímaváltozás élharcosai az országban. A szakmai konferencián elhangzott a környezeti nevelés célja, hogy elősegítse a környezettudatos szemlélet kialakulását országosan több mint 50 erdei iskolában és valamennyi oktatás-nevelési intézményben. Az Európai Uniós alapelveknél is szigorúbbak a magyar behajtási költségáltalány szabályai,
közölte Halmi József, a Magyar Szocialista Párt megyei alelnöke. Az unió szabályok szerint két szerződött vállalkozásnál fizetési késedelem esetén az adós köteles 40 eurónak megfelelő összeget fizetni a behajtás kiadásaira. Az unióban ezt 60 nap után kell megtenni. Az új törvény szerint azonban ez az időszak mindössze 30 nap Magyarországon. A politikus szerint ezen változtatni kellene. Hogyha már csúszunk 30 nap utáni számlákkal, akkor már a Tigász küldte 12 ezer forintot, például a mi önkormányzatuk esetében két nappal fizettük be később a fizetési határidőnél, és küldte 12 ezer forintot, természetesen a számla tartalmazta a késedelmi kamatot is pluszba. Egy vétlen motoros szenvedett balesetet kedden késő délután Nyíregyháza Sóston a Kemecsei úton. Az idős férfi segédmotor kerékpárjával a város felé haladt, amikor a másik sávból elé fordult egy külföldi rendszámú személygépkocsi. A motoros már nem tudta elkerülni az ütközést, és az autó oldalának csapódott. A súlyos sérüléseket szenvedő férfit a mentők kórházba szállították. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Tapintható festménykiállítás nyílt Nyíregyházán a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. A tárlatról hamarosan bővebben, előtte nézzük a híradó további témáit. A Kaposvár ellen játszik az NB3-ba jutásért az Imbrányi labdarúgó csapat. A Gerlicki Márti által irányított együttes magabiztosan szerezte meg a bajnoki címet a megyei első osztályban. A párharc első meccsét szombaton rendezi Kaposváron. Bejutott a harmadik korcsoportos lány kosárlabda diákolimpia országos döntőjébe a nyíregyházi ötvös gyakorló csapata. A nyíregyházi elődöntő fináléjában a Farkasinszki Gyuláni által felkészített együttes hosszabbítás után 59-58-ra verte Miskolci ellenfelét, így készülhet a debreceni döntőre. Különleges tárlat nyílt a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban szerda délelőtt. Romanek Inka tapintható festmény kiállítása érkezett Nyíregyházára a Fehérbot alapítvány szervezésében. A festményeken tapintással érzékelhetők a kontúrok, így a vakok és gyengénlátók is felismerhetik azokat. A művész célja, hogy láthatóvá tegye számukra a láthatatlant. Vakok és gyengénlátók tapintással ismerhették fel Romanek Inka festményeit. A művész vándor kiállításának a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár adott helyet Nyíregyházán. Az intézményben külön szolgáltatás segíti a sérült olvasni vágyókat. Állományunkban közel 1900 darab hangos könyv található meg, külföldi és magyar írók, költők művei egyaránt, illetve saját magunk is készítünk hangos könyveket. Az egyik jó hangú kolléganőnk olvassa fel, nagyon népszerűek a történelmi regények, Márai Sándor műveit nagyon kedvelik. Romanek Inka festményeinek különlegessége, hogy több festéket használ, így a képek kontúrjai tapinthatóak. A művész célja, hogy láthatóvá tegye a láthatatlant, és elérhetővé az elérhetetlent. A képek aljára a címeket vakírással festette rá a festő. A kiállítás mellett érzékenyítő programokon vettek részt általános és középiskolás tanulók. Több ilyen érzékenyítő programunk van, célcsoportokra specializálva, és ebben a programban a diákok megismerhetik a látássérültek mindennapjait, a látássérültek életét, a látássérültek akadályait, emellett a látássérültséggel magával, mint fogalommal, magával, mint betegséggel is megismerkedhetnek, valamint, hogy hogyan közlekednek a látássérültek, hogyan lehet segíteni nekik, milyen módon tudják az ügyeiket intézni. A tárlat a könyvtár nyitvatartási ideje alatt ingyenesen megtekinthető a harmadik emeleten, egészen június 24-éig. A Kaposvár ellen játszik az NB3-ba jutásért az Ibrány labdarúgó csapata. A Gerlicki Máté által irányított együttes magabiztosan szerezte meg a bajnoki címét a megyei első osztályban. A párharc első meccsét szombaton rendezik Kaposváron. 7 pontos előnnyel vágott neki a tavaszi szezonnak az Ibrányi futballcsapat. Gerlicki Máté együttese a megyei első osztályú bajnokság mellett szerepelt az NB2-es futszálbajnokságban, és a gerincét adta a végül országos bajnok amatőr válogatottnak. A hármas terhelést meg is érezték a játékosok, de a bajnoki cím megszerzése nem került komoly veszélybe a tavasz folyamán. Az Ibrány végül 20 győzelemmel, 3 döntetlennel és 5 vereséggel 63 pontot szerezve a második nagy eseret 5 ponttal megelőzve végzett az élen.
Sokkal nehezebb volt, mint amit vártam. Most ebben sok minden közre játszhatott, akár ha a futszáról beszélünk, akár a válogatott plusz terhelésével. Én úgy gondolom, hogy sokszor fáradtabbak voltunk a kelleténél. Ez biztos, hogy közre játszott, na meg hát az is, hogy kiismertek közben az ellenfelek, és jóval stabilabbak voltak a többi csapat, és hát ez mind azt eredményezte, hogy akkor ebből 5 pontos előny lett a végére. A csapatkapitány szerint az Ibrány a jól sikerült őszi szezonnal alapozta meg a bajnoki címet. Az őszi szezonunk az nagyon jól sikerült, de tudtuk, hogy a tavaszi szezon az nagyon nehéz lesz, mivel már készültek ránk a csapatok, ezzel meg is látszott, közel se rúgtunk annyi gólt, mint az első fél évben, de végül sikerült teljesíteni a célt, és sikerült megnyerni a bajnokságot. Kedden kisorsolták az NB3-ba jutásról döntő osztályozók párosítását. A visszalépések miatt 6 csapat játék nélkül került a harmadosztályba, az Ibrányiaknak viszont a 2 éve még NB1-es Kaposvár ellen kell pályára lépniük. Volt 3 csapat, amit én úgy gondolom, hogy szerettünk volna elkerülni. Az egyik a Kaposvár volt, őket húztuk, vagy ők húztak minket. Ha ismernek minket, akkor gondolom ők is ugyanígy gondolkoztak, hogy az Ibrányt jól lett volna elkerülni. Ez a 2 csapat összekerült. Van, aki mérkőzés nélkül már most NB3-os csapatnak vallhatja magát, mi nem. Nekünk még van 2 nagyon-nagyon komoly mérkőzésünk. Már szombaton Kaposváron kell helytállnunk, pénteken el fogunk utazni. Nagyon komolyan vesszük a 2 meccset, szeretnénk tovább jutni, mert én úgy gondolom, hogy ez a Ibrányi projekt ez megérett az NB3-as létre és tagságra. Az első mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik, a visszavágót pedig június 18-án szombaton szintén 17 órai kezdettel rendezik Ibrányban. Bejutott a 3. korcsoportos lánykosárlabda diákolimpia országos döntőjébe a nyíregyházi 5-ös gyakorló csapata. A nyíregyházi elődöntő fináléjában a Farkasinszki Gyuláni által felkészített együttes hosszabbítás után 59-58-ra verte Miskolci ellenfelét, így készülhet a debreceni döntőre. 4 csapat részvételével rendezték meg a nyíregyházi Szent Imre Gimnázium csarnokában a 3. korcsoportos lány kosárlabda diákolimpia országos elődöntőjének egyik tornáját. Az első 2 meccsen nem voltak egy súlycsoportban a csapatok, a miskolciak 45-5-re verték Békésről érkezett ellenfelüket, míg az 5-ös 47-9-re múlta felül szolnoki riválisát. A továbbjutástól döntő mérkőzés már jóval kiegyenlítettebb volt. Az első 2 negyed után a miskolci Herman csapata vezetett, a hazaiak azonban fokozatosan ledolgozták hátrányukat, és egy büntetővel döntetlenre mentették a mérkőzést. A hosszabbítás is jósán tartogatott izgalmakat, végül egy utolsó másodperces kosárral az 5-ös 59-58-ra megnyerte a találkozót. Nagyon-nagyon küzdöttünk, hajtottunk, borzasztó sok hibával, néha kicsikét gyámoltalanul megijedve, de azt hiszem, hogy ez nem is olyan meglepő a lányok részéről, ugye nekik még soha nem volt ilyenben részük, hogy ők kijussanak egy országos döntőre, vagy egyáltalán döntőbe jutásért játszanak, tehát ezt is meg kell tanulni egy ilyen mérkőzésen, itt azért tétje van, keményebben kell menni, küzdeni és hajtani, és minden egyes eladott labdának vagy rossz védekezésnek annak következménye van. Én úgy gondolom, hogy ezek a lányok maximálisan összeszedték magukat, és itt a végjátékra Hegedűs Timén úgy gondolom, hogy egy extrát kosárlabdázott, természetesen segítették a többiek is a munkáját, mert ugye a kosárlabda egy csapatsportág. Én nagyon büszke vagyok rájuk, és nagyon örülök nekik, hogy végre sikerült nekik is egy országos döntőre kijutniuk. A tornán a 3. helyet a békési Hef Ferenc általános iskola csapata szerezte meg. A 8 csapatos országos döntőnek június 17-e és 19-e között Debrecen ad majd otthont. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. A teljes 90 milliárd forintos keretösszeg több mint 2/3 megjelent már a megyei területi és településfejlesztési operatív programban. 75 milliárd forintnyi forrása írta ki pályázatokat. Erről beszélt a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára televíziónak. Ulla Gábor azt mondta, az útfelújítási programokkal kapcsolatos támogatói szerződéseket éppen ma írta alá. 100 000 forintot készpénzben is adhatnak évente kafetériában. A béren kívüli juttatásokra vonatkozó szabályozás 2017. január 1-től lép életbe. A közszférában 100 000, míg a magánszektorban 350 000 forintot is utalhat a munkáltató a szép kártyára, de bekerül az adómentes juttatások közé a mobilitás célú lakhatási támogatás és különböző egészségügyi szolgáltatások is. Még tart a földárverés 3. üteme, tájékoztatta televíziónkat az állami földekért felelős helyettes államtitkár napkoron.
Ugron Ákos Gábor egy szakmai konferencián a földvásárlási lehetőségek mellett arról is szólt, hogy fontos, hogy az erdő szépségével, élővilágával, valamint gazdasági szerepével is megismerkedjenek a gyermekek. A Kölcsei Televízió híradóját látták június 8-án szerdán. Friss hírekkel csütörtök este is várjuk Önöket. Műsorainkért és további hírekért böngészszék honlapunkat. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk záporokkal. Csütörtök estig nem ér el bennünket időjárási front, akkor azonban észak felől hideg front húzódik a Kárpát-medence fölé. Éjjel többnyire gyengén felhős idő várható, majd az éjszaka második felétől megnövekszik a fátyol felhőzet, csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 fok körül alakul. Holnap napközben a több-kevesebb napsütés mellett gyengén és erősebben felhős időszakok és területek váltakoznak, délutántól elszórtan zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. A délnyugati szél helyenként megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 fok körül alakul. Fronthatás nincsen térségünkben. A hétvégén és a jövő héten is változékony, gyakran felhős időjárásra van kilátás, több felé és több alkalommal is lehetnek záporok, zivatarok, de a hétvégén nagy területen tartósabb eső is várható. Szombatig folytatódik a mérsékelten meleg idő, majd vasárnapra nagyjából 5 fokkal visszaesik a hőmérséklet.